Köszöntjük, illetve köszöntöm a nézőket, diákokat, tanárkollégákat és más érdeklődőket. A következő témakör, amely a 10. évfolyam tananyagában szerepel, de érettségi követelmény is, Magyarország újra népesítése a 18. században. A téma megbeszélése során számos térképpel és táblázattal fogunk találkozni, többek között azért, hiszen ez a mai magyar régiókat is nagyban érintő, de a történelmi Magyarország területét mindenképpen évszázadokra meghatározó változásokról szól ez a téma. A térképen a török kiűzését láthatjuk, csupán azért tettem be ezt, hogy egyrészt a kedves nézők lássák, hogy mennyi idő alatt és milyen folyamatok során zajlott le a töröknek a kiűzése, de láthatjuk a nyilakból és a hadseregek vándorlását mutató csíkokból, hogy az ország középső területén, a valamikori török hódoltság területén voltak a fő harcok, és ezért ugye már is beszélnünk kell arról, hogy milyen helyzet állt elő a török kiűzését követően. A festményen Buda visszavételének dicsőséges pillanatait láthatjuk, de valójában ez a több mint 15 évig tartó háborúskodás ahhoz vezetett, hogy gyakorlatilag a lakosság egy része elmenekült életét vesztette, számos település áldozatául esett a hadjáratoknak, felgyújtották, vagy elmenekült a lakossága, és a hadseregek vonulása kellőképpen amortizálta a vetőterületeket, a mezőgazdasági művelés alá már korábban vont területeket, és ide tartozik az is, hogy megműveletlen földekkel lett tele az ország középső része, és a hadseregek által a győzelem után a királyság területére visszahurcolt, és a hadseregek feloszlatása miatt az országban eloszló volt katonák magukkal hozták a pestis járványt is, amely a 18. században több ízben végig söpört, átlagosan 10 évente Magyarországon több százezer halálos áldozatot követelve. A következő, ha már a halálos áldozatokról van szó, az emberveszteségnek a bemutatása. Ezt egy olyan térképpel szeretném illusztrálni, amely bemutatja, hogy a népsűrűség mekkora volt négyzetkilométerenként az ország területén, és bizony láthatjuk, hogy az ország középső területein a 18. század elején sokkal gyérebb volt a lakosság és a népsűrűség, mint a perem kerületeken, amelyeket ugye felvidéket, Nyugat-Dunántúlt és Erdélyt kevésbé érintették a hadi cselekmények, tehát ezeken a területeken viszonylag magasabb volt a népsűrűség. Ugyanakkor meg kell azt is említenünk, hogy Magyarország lakossága az 1480-as években mérthez képest, Mátyás uralkodása alatt mért 3,5-4 millió lakoshoz képest néhány százezerrel még csökkent, vagy a legjobb becslések, számítások szerint is 1711-re, amely a demográfiai mélypontja a magyar történelem ezen korszakának, még legfeljebb stagnált. Ami azért is óriási népességfogyást jelent valójában, mert ez alatt a körülbelül 250 év alatt, amelyről beszélünk, vagy 240 év alatt, az Európa lakossága mintegy 60%-kal növekedett. Tehát az összlakosság, kontinens lakosságának a növekedéséhez képest az, hogy a Magyar Királyság lakosságán az stagnált, ez tulajdonképpen népességfogyást jelent. A
Másik egy gazdasági hatás volt, amely pusztásodásnak is nevezünk. Ugye a pusztásodást illusztrálja Pest és Buda környékének térképe. A baloldali térképen láthatjuk a török hódoltság előtti falu szerkezetet, település szerkezetet, a másik oldalon pedig az 1700-as évek végén lévő falu szerkezetet, a különböző színek pedig különböző nemzetiségű falvakat jelentenek, tehát a domináns nemzetiségű falvakat. Láthatjuk ebből, hogy az elnéptelenedett települések egy része nem alakult újjá, és ezek az elnéptelenedett települések főleg magyar lakossággal bírtak, és Pest környékén a 18. századra többnyire nem magyar lakosságú falvak voltak. Hogy ez hogy jött létre, erről fogunk még beszélni részletesebben ezen a mai órán. A termőterület is csökkent a megművelés alá eső föld, hiszen nyilvánvalóan kevesebb ember kevesebb földet művelt meg, nem csak azért, mert kevesebbet tudott megművelni, hanem mert kevesebb terményre volt szüksége, és a földek kivételét a művelésből és a falu közösségek megszűnését is nevezzük tulajdonképpen pusztásodásnak. A következő térkép a történelmi atlaszunkban is megtalálható, ezért kérek mindenkit, hogy a felkészülés során, a tanulás során keresse meg, illetve az írásbeli érettségi során lehet középszinten atlaszt használni, nyugodtan keressétek ki a megfelelő kérdésnél ezt a térképet. A térképen a 18. századi újranépesedés főbb irányait láthatjuk. Látjuk a megérkező németeket, svábokat, látjuk a románok, a szerbek, a szlovákok, ruszinok és lengyelek mozgásait, és tulajdonképpen ezekről fogunk beszélni az elkövetkezendő percekben. Nagyon fontos megjegyezni, hogy az ország újranépesítése mögött egy uralkodói politika állt. A 18. század Habsburg uralkodói 1711-től kezdve III. Károly, Mária Terézia, II. József, II. Lipót, ők mind-mind hoztak rendeleteket arra nézve, hogy Magyarországon a lakosság újra legyen települve, újra legyen telepítve. Nagyon fontos látni, hogy ennek voltak politikai céljai, elsősorban természetesen az adózó lakosság létszámának a növelése tartozott ide. Nézzük is meg az egyik első népességet, a svábokról beszélünk. Ugye a Magyar Királyság területén már a 11. századtól értek német földről érkezett telepesek Magyarországon, de ezek főleg a szászföldi és felvidéki német városoknak a lakosai voltak. Majd a 13. században újabb népmozgás érkezett, részben a városok, részben a földműves réteg a parasztság felé, de ez a 18. századi betelepítés, ez dominánsan földműves, paraszti réteget vonzott az országba, akik földművelésből éltek Magyarországon. Uralkodói akaratból érkeztek, adókedvezményt kaptak, évekre adókedvezményt kaptak, ameddig sikerült a földeket megmozgatni, megművelni, termővé tenni. Gyakran, ahogyan a festményen is látjuk, kijelölt házakat, tehát telepített falvakba költöztették őket, kijelölt házakat kaptak, megkaptak termelőeszközöket, amely szükséges volt a mezőgazdasági munkához. Ezeknek a lakosoknak jelentős része, legalábbis a hagyományos kutatási eredmények alapján római katolikus volt, és ez ugye részben szolgálta az uralkodói szándékot is, a Magyarországon a római katolicizmus erősítését, hiszen a 17.-18. század elejé magyar nemesi revolúciók, ezek valójában gyakran protestáns hátterű, protestáns vallású csoportokhoz voltak köthetőek. Tehát a katolicizmussal az udvarhűséget akarták erősíteni a Habsburgok, bár vannak frissebb kutatások, amelyek arról beszélnek, hogy talán a Baranya megyei, Tolna-Baranya határán levő svábok között voltak evangélikus vallásúak is. Hová is telepítették be őket?
a Baranya-Tolna megye elhangzott, Pest és Buda környéke, és Bánátba, ami ma ugye Romániához tartozó terület, és nagyon fontos megjegyezni, hogy ez a sváb lakosság, ahogyan utaltam rá, más jellegű volt, mint a korábbi Árpád-kori német betelepülések. Tehát betelepítés, állami politika, ez egy kulcsfogalom. A betelepülés az spontán népmozgásokat feltételez. Az egyik ilyen betelepülő csoportunk a szerbek, akik szervezetlenül, illetve annyiból szervezetten, hogy az ortodox, keleti ortodox vallásúak voltak ugye többnyire a szerbek, és a pátriárkáik vezetésével érkeztek kb. 20 000-en Magyarországra, a déli területekre, az elnéptelenedett déli területekre. Nyugodtan menjünk vissza, nézzük meg azt a térképet, amely korábban volt a népsűrűségről, és tulajdonképpen az ország déli határain az ő betelepülésükkel és a Habsburg uralkodóktól kapott oltalmuk révén létrejött a határőrvidék, ahol adókedvezményekkel bírva a határőr feladatokat kellett ellátniuk ezeknek a derék szerb betelepülőknek. Tehát ők többnyire jobbágyok voltak, és nem létezett a nemesi vezetőréteg közöttük, elsősorban a görög-keleti papság állt az élén ezeknek a csoportoknak, illetve némi kereskedői csoportok is voltak a szerbek között. A következő betelepülő csoportunk a zsidók, akik három irányból érkeztek a hazánkba. Az egyik a cseh országból érkező zsidó csoportok, ugye a cseh területek szintén a Habsburg birodalom részei voltak, és ott az uralkodó harmadik Károly kiadott egy rendeletet, amelynek értelmében a cseh prágai zsidóságon belül csak egy fiú házasodhatott meg, a többiek nem. És ezért nagyon sokan úgy döntöttek, hogy a cseh területekről kivándorolnak a birodalom más régióiba, és így érkeztek meg Csehországból számos zsidó polgár Magyarországra. Akkor a Galícia vidékéről, ami a mai Ukrajna, Fehéroroszország, Lengyelország találkozási pontja, onnét érkeztek szintén nagy számban, hiszen ott a kozákok, minden oké? Galíciából érkeztek nagy számban, hiszen ott a kozákok számtalan zsidó ellenes atrocitást hajtottak végre, ezeket ugye ilyen korai pogromoknak is tekinthetjük. A harmadik nagyobb betelepülési hulláma a zsidóságnak a Balkán irányából jött, ezek főleg szefárdi, tehát mediterránum vidéki zsidó irányzathoz tartoztak, még az előbb említettek a cseh és a galíciaiak pedig az askenáziak közé, ők pedig elsősorban gazdasági okokból érkeztek a közvetítő kereskedelem, a török birodalom és a magyar királyság közötti közvetítő kereskedelem révén. Amely egy újdonság ahhoz képest, ami a honfoglalástól a török hódoltságig fennállt Magyarországon, az az, hogy nem a király oltalma alá érkeznek meg a zsidó közösségek, hanem a nemesek fogadják be őket a birtokaikra, és bérletbe kiadják nekik azokat a jogosítványokat, mint borkereskedelem, italmérés és gabonakereskedelem, amely nemesi jogosítványok, de a nemesek személyükben ezt a munkát nem végzik el. Tehát a egy betelepítésről beszéltünk, állami betelepítésről a svábok, két betelepülésről a szerbek és a zsidók részéről, ezek ugye spontán alakuló, nem államilag szervezett beköltözések, de az országon, a királyság területén belül is voltak áttelepülések, két ilyen csoportot fogunk megvizsgálni. Az egyik a szlovákok, ugye a képen a gyolcsos tót, a szlovákokat tótnak nevezte a korabeli népnyelv ábrázolása látszik, és gyakorlatilag
ők ugye felvidéken éltek többségben, ahol viszonylag rosszabb minőségű termőföldek voltak, mint az Alföld elnéptelenedett területein. És ezért a szlovákok között elindult egy spontán népmozgás, és gyakorlatilag ők a Dél-Alföld területeire, a mai Békés-megye területére, Viharsarok területére költöztek be, például Tóth Komlós település is róluk kapta a nevét. Ugye ők közöttük sokan evangélikus vallásúak voltak, és ami érdekesség, hogy itt sem volt jelen az arisztokrata nemesi réteg, vagy ha voltak is szlovák nemesek, ők is elmagyarosodtak, többnyire jobbágyok, egy vékony polgári réteg, és ugye az evangélikus felekezet lelkészei vezették tulajdonképpen a szlovák nemzeti, később kialakuló nemzeti mozgalmakat. Tehát ők az egyik áttelepülőink, a másik áttelepülőink már a románok, akik ugye már a török korban, a török hódoltság idején elkezdtek lehúzódni a Kárpátok Erdély felé eső északi és déli, bocsánat, északi és nyugati lejtőiről, ahol pásztorkodtak, elkezdtek lehúzódni a Erdély felföldjére, és a török kiűzése után pedig bihari síkságra is, és itt kezdték művelés alá vonni a földeket. Ugye a 18. század végére a románok többségbe kerülnek Erdély lakosságában, tehát létszámuk megelőzi a székelyek és a magyarok létszámát is, és ők ugye szintén, ahogy látjuk a képen is a középen álló alakot, görög-keleti vagy görög-katolikus, úgynevezett unitás egyházhoz tartozóak. Ugye a kettő közötti különbség az, hogy a görög-keleti egyház nem ismeri el, míg a görög-katolikus egyház elismeri a római pápa primátusát. Tehát a románok ezeken a területeken, Erdélyben, Bihar térségében jelennek meg, és érkeznek a hagyományos román fejedelemségekből, Havas-Alföldről és Moldvából is az országba. Még egy olyan népcsoportról beszélünk, akik itt vannak már a 14. századtól, de a mozgásuk jelen van ebben az időszakban is, ők a romák, ugye a cigányság, a magyarországi cigányság, akiket az uralkodói szándék le akar telepíteni, tehát erőszakos telepítési és erőszakos asszimilációs politika zajlik. Ennek egy emblematikus eseménye 1761-ben Mária Terézia rendelete a cigányságról, például a cigány elnevezést megszüntetni és új magyaroknak neveztetni a cigányságot. Később olyan rendeletek is megjelennek őtőle is, és II. Józseftől, aki őt követi a magyar trónon, és az osztrák császári címben is, tehát II. József is és Mária Terézia is hoznak olyan rendeletet, hogy például a cigány gyerekeket elkívánják venni a szülőktől, és másokkal, magyar vagy más parasztokkal felneveltetni, hogy megszűnjön tulajdonképpen ez az etnikum. Tehát a romák is itt vannak Magyarországon. És beszélnünk kell a nemzetiségek társadalmáról. Tehát a nemzetiségek társadalmánál egy alapvető dolog az, hogy csonka társadalomról beszélünk. Mit jelent a csonka társadalom? Az, hogy nincsenek köztük nemesek, arisztokraták, és a felső klérusban sem igazán képviseltetik magukat, és egy nagyon vékony polgári réteg van, tehát magyarán a betelepített és a betelepülő és az áttelepülő nemzetiségek többsége az nagyon vékony része polgári csoporthoz tartozik, polgári kultúrát képvisel, de a többiek jobbágyok, parasztok, földművesek, és tulajdonképpen az értelmiség szerepét ezeknél a nemzetiségi csoportoknál, mint a szlovákok, románok,
szerbek, a papságuk tölti be. Ugye nem ejtettünk szót a horvátokról, de a horvátokról azért nem ejtünk szót, mert Horvátország területi integritása tulajdonképpen a török hódoltság idején is megvolt, és utána is a horvátok viszonylag egy nagy tömbben a horvát királyság területén éltek a magyar királyságon belül. Tehát őket nem érintette ez a dolog, hiszen náluk megvolt a nemesség, megvolt a felső papság, volt polgárság, tehát ott nem beszélünk csak a társadalomról. Végül egy konklúziót kell vonnunk, ugye maga a téma és maga az érettségi témakör is az etnikai és demográfiai változások, hatások. A bal oldalon látjuk a kör diagramban az etnikai hatásokat. Felhívnám a figyelmet arra, hogy a magyarok aránya az ország lakosságában 41,6%, tehát mondjuk 40-44% közé esik ebben az időben, a 18. század folyamán, és ez még sokáig így lesz. Magyarán a magyarság elveszíti a magyar királyság területén az abszolút többségét, hanem relatív többséget tart meg csupán, azaz nem ő lesz az a nemzetiség, amely túlnyomó többsége az ország lakosságának, mint Mátyás idejében, amikor legalább 80%-a a magyar királyságnak magyar nemzetiségű volt, hanem a legnagyobb nemzetiség lesz csupán, tehát relatíve van többségben, az összes többi nemzetiség azonban több, mint a magyarság létszáma. És a népességszámban viszont látunk egy nagyon dinamikus növekedést, hiszen látjuk a Mátyás halála évének az adatait, látjuk a Rákóczi szabadságharc végének az adatait, és ugye 1787-ben látunk egy 9,3 milliós lakosságot a magyar királyságban, és ez azt jelenti, hogy sikerült az újra népesítése az országnak, de ennek a magyarság, tehát a demográfiai hatása jó volt, majdnem háromszorosára növekedett, vagy 2,5-szeresére az ország lakossága, etnikai szempontból viszont a magyarság elvesztette az abszolút többségét, és az arányuk csökkent a lakosságban. Köszönöm szépen a figyelmet!